Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Melyik az igazi? Itt választásról van szó. Az egyik az igazi, vagy a másik az igazi. Az is lehet, hogy jön egy harmadik. És ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a három kép jelenti a te helyzetedet. Érdekes, hogy mind a három képen a tűz eleméről van szó, ami jelenti a bátorságodat, a cselekvéseket, a lelkesedést is. Ez a kártya itt utal a múltadra. Itt voltak támadások, kihívások, nehézségek, sokat harcoltál, de bátor voltál, hiszen látható a tűz eleme. Jelenleg még mindig vannak ezek a problémák, hiszen itt is ugyanúgy, mint itt, tehát hasonlóan láthatóak ezek a támadások, esetleg viták vagy veszekedések. A jövő itt látható, megoldod ezt a helyzetet. Itt vannak ugyan kihívások, és voltak a múltban is, de ez megoldható. Valaki segít neked, de te is bátor vagy, úgyhogy véded majd magadat. Ennél a jóslásnál két személyről van szó. Itt ez az egyik személy, akire most gondolsz, és itt van a másik személy. Ha arról van szó, hogy van egy lelki társad, és nincs más férfi az életedben, akkor itt, ezen az oldalon láthatóak a lehetőségek, hogy esetleg még valakivel megismerkedsz. Tehát akire gondoltál, az itt látható. Itt ez a hintó jelenti a mozgást. Ő irányítja a dolgokat. Itt vannak lehetőségek, sőt, különböző irány is. Itt két ló van, fekete és fehér. Két téma van nála. Az egyik a szeretet, a szerelem, a család, vagy egy család alapítása. Ez az ő kívánsága. Ezt akarja átélni, hiszen erről álmodozik. A másik a munka. Itt látható, hogy szorgalmas és sok a munkája. Itt alul ez a kép jelenti a korlátozásokat. Lehet, hogy valaki nehezíti a dolgait a munkahelyén, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy vannak nála félelmek, bizonytalanságok, nem tudja hogyan tovább. Lehet, hogy nem meri közel, nem meri neked azt kimondani, hogy ő családot szeretne alapítani, és ez is korlátozhatja őt. Most megnézzük a másik szemét, aki itt látható. Itt voltak nála nehézségek a múltban, ugyanúgy, mint nálad is. De itt ő győz a helyzet felett. Ez a bot jelenti, hogy kimutatja ő is a bátorságát. Nem szalad el a nehézségek elől, hanem itt kezébe veszi a dolgokat, és lesz lelkesedés. Átnyújtja számodra ezt az arany kejhet, kimutatja az érzelmeit, hiszen a kejhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Érzelmekkel és lelkesedéssel közeledik hozzád. A jövő itt látható, hiszen ez a férfi magabiztos. Elfoglalja a helyét az életben. Itt láthatóak a sikerek. Ez a kép utalhat anyagi dolgokra, utalhat a munkahelyére is, lehet, hogy ott ismeritek meg egymást. Ez lehet az ő munkahelye is.
Itt ez a kép alul középen azt jelenti, hogy hogyan alakulnak nálad a dolgok. Akár így, vagy akár úgy döntöttél. Itt látható, hogy te is elfoglalod a helyedet az életben. Itt meg lesz az elismerés. Nem csak a munkahelyen, hanem a szerelemben is. Ti jól passzoltok itt egymáshoz. Én úgy mondanám, ez a férfi valahogy jobban illik hozzád, vagy van hasonlóság kettőtök között. Amit itt a képek még jelentenek, az a föld eleme. Tehát, ha itt vannak álmok, álmodozások, tervek, akkor az megvalósul. Ez a kivetés, ez egy általános kivetés volt. De én biztos vagyok abban, hogy hozzád is szól, hiszen nincsenek véletlenek, tehát nem véletlen az, hogy hozzám találtál. De ha szeretnél egy személyes jóslást, az e-mailen keresztül megrendelhető, például ez a jóslás. A díjam az 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.